Ferenc Ildikónak hívnak. Azért születtem le a földi világba, hogy megteremtsem az emberek szívében a békét, harmóniát, megteremtsem a lehetőséget arra, hogy megismerhessék önmagukat, s egy olyan világot, melyben oly sok szeretet lakozik, mint a mi szívünkben. Egy olyan égi világ küldötteként jöttem le, melyben megteremtődött a lehetősége annak, hogy végre önmagunkra találjunk, s megismerjük legmélyebb földi létezésünk forrását. Tanítóként végeztem, és hosszú út vezetett ahhoz, hogy ennyire mélyen és erősen érzékeljem a körülöttünk lévő világot. Feljebb és feljebb jutottam az égi tudás ranglétráján, hogy beteljesíthessem mindazt, amiért leszülettem. Nem én választottam az utamat. Az égi világ választott ki erre a feladatra, Jézus tanított, hogy egyre mélyebben érzékeljem mindazt, ami emberi szemmel nem látható. Energetikai érzékelésemet ő fejlesztette, s tanított meg annyi arkangyal, hogy felkészülten tudjam átadni az égi világ üzeneteit. Nem csupán az égből, de a köztességből is jó páran vannak mellettem, akik azért segítenek, hogy az ő energiáikat ismerjem fel, s így eltávozott szellemek energiáit érzékeljem, s közvetítsem. Szeretettel tanítanak ők, s még nagyobb szeretettel visznek előre utamon. Mert szükséges, hogy egyre több ember legyen, aki érzékeli azt, ami szemmel nem látható, hallja azt, ami fülünkkel nem hallható. Többször jöttek hozzám már gyerekkoromban, s többször érzékeltem magamban azt az erőt s energiát, amiben nem én voltam a meghatározó, hanem a küldetés tudat. Nem én akartam egyre erőteljesebben fejlődni. Szükségszerű volt mindez, elkerülhetetlen. Eleinte hallottam, érzékeltem őket, de a szellemvilág mélységét Jézus mutatta meg számomra, s mindazt, amitől az emberek tartanak, nekem egész gyerekkoromban oly természetes volt. Szeretem őket. Szeretem mindazokat a szellemlényeket, akik elmentek földi világunkból. Mindazokat az égi mestereket, s nem-e világi lényeket, akik azért vannak mellettem, mellettünk, hogy általuk kiteljesedhessünk. Szeretetben születik le minden ember. Szeretetben távozik abba az égi világba, melynek üzeneteit nap, mint nap átadom. S ezáltal próbálok változtatni az emberek gondolkodásán. Kiteljesedés, megélés, megtapasztalás az, amiért itt vagyok. Belső harmónia, béke, bátorság, erő, szeretet, becsület, tisztaság, őszintesség az, amit átadok nektek most, és még világ a világ. Égi világ kérésének teszek eleget, hogy megélve tiszta igaz valótokat, elinduljon a földi világban a szeretetre való törekvés, s a vágy arra, hogy tisztán látva életeteket, elgondolkodjatok, vajon tényleg az-e a legfontosabb, amit eddig éltem, vagy van valami, ami olyan mély érzésekkel tölt el, és olyan mély szeretetet indít el bennem, ami ezek után életem részévé válhat. Ez az én dolgom. Hogy megélve az égi világ szeretetét átadjam nektek, s mindazt, ami jobbá teheti az életeteket, s elindítja bennetek a tisztulást egy szebb élet reményében. Megteremtettetek magatokban egy világot, és azt szeretnétek, hogy erről a világról áradozzunk nektek. Megteremtettetek magatokban egy életet, és azt szeretnétek, hogy ez az élet zengje be a mindenséget, ez az élet szóljon arról, hogy mindenki milyen boldog, vidám és harmonikus életet él. Ha ezt szeretnétek, akkor ne nézzetek meg minket, mert mi nem fogunk erről beszélni nektek, és nem tudjuk azt elmondani, hogy minden, ahogy van, az úgy tökéletes, ahogy működik, és minden, amiben éltetek eddig, az úgy harmonikus, ahogy ti gondoljátok. Mi nem erről fogunk nektek beszélni a mai napon, mi csupán elmondjuk és tanácsot adunk arra, hogyan változtass az életeden ahhoz, hogy végre megélhesd mindazt, amit igazából szeretnél. Köszöntelek titeket. Az érzésben, ami a szívetekben van, ott éltek ti,
Mindnyájan ott élünk mi, és ott él egy olyan égi világ, amiben az univerzum is benne van. Tekintetetek, ha a magasba emelitek, mit láttok az égen csillagokat, a napsütést, a holdat, de ebben mind-mind ott vagyunk mi is, ott van egy olyan univerzális erő, amiről mit sem sejtetek. Az erőben benne van egy érzés, benne van egy hatalmas nagy szeretet, egy szeretet energia, ami ott él a ti szívetekben is. Szeretetben megteremtettétek önmagatok valóságát, és ebben a szeretetben kissé elvesztetek. Elveszett mindaz az érzés, amit odafönt megéltetek, elveszett mindaz, amit odafönt képviseltetek. A szeretetben megjelent egy olyan erő, egy olyan energiátlanság, amiben el voltatok képesek veszni, és nem tudtátok önmagatokat kiteljesíteni. A szeretetben megjelent egy olyan energia, ami pont az ellenkezőjét váltotta ki belőletek, egy olyan érzés, amiben nem tudtátok kiteljesíteni önmagatokat, és ezáltal egymás mellé sem tudtatok úgy állni, mint ahogy kellett volna. Ettől kezdve egymás ellen szegültetek inkább, és azáltal, hogy egymásból nem azt a szeretet energiát éreztétek, ezáltal még inkább elkezdődött bennetek egy olyan elváltozás, hogy nem tudtátok megélni önmagatokban sem a békét, harmóniát, azt a kiegyensúlyozott létet, amit odafönt éltetek. A szeretetben megteremtődött volna egy olyan világ itt a Földön, amiben béke, harmónia, kiegyensúlyozottság és a tiszta égi szeretet lángja ragyog. Tehát ti nem voltatok képesek mindezt megteremteni, mert bennetek olyan érzés uralkodott el, amiben a földi világ javai, a földi világ anyagi dolgai fontosabbak voltak számotokra, mint a szív hangja. A szívetekben ott van minden. A szívetekből szólni, annyit jelent a szeretet hangján szólni. A szívetekből cselekedni, annyit jelent a szeretetet kimutatni mások irányába, és elfogadni mindazt, amit másoktól kapok. De ti nem vagytok képesek szeretni önmagatokat sem. Hogyan éljen meg önmagam szeretetét, kérdezitek. Hogyan tudjam valósággá tenni mindazt, amit egykor odafönt megéltem, kérdezhetitek tőlünk. De én azt tudom rá mondani, hogy állj a tükör elé, nézd magadba egy kicsit, gondolkodj el az életeden, gondolkodj el a sorsodon, gondolkodj el azon, hogy mi az, amit megtettél a földi világban mindeddig. Kik azok, akiknek eddig segítettél, és kik azok, akiken már nem tudtál bár segíteni, de ott lettél volna mellettük. Nézd magadba és gondolkodj el azon, hogy mi is az a szív hangja. Hallod-e, hogy mit mond a szíved? Gondolkodtál-e azon, hogy hány ember szorul itt a világban segítségre? Gondolkodtál-e azon, hogy hány embernek lenne szüksége a te szíved hangjára, a te szíved szeretetére, és mindarra, amit odafönt az égi világban képviseltél? Én most azért jöttem el közétek, hogy elmondjam nektek, emberek, hogy az a szeretet, amit odafönt képviseltél, ide lent a földi világban is megvalósítható. Minden ember szívében él egy vágy, él egy hatalmas nagy tűz, és egy hatalmas nagy akarat. És ezekből az érzésekből meg lehet testesíteni azokat a belső harmóniából álló rezgéseket, amit kimutathatsz a többi ember irányába. És amikor ez megtestesül benned, akkor mondhatjuk azt, hogy az égi szeretet ide lent a földi világban is létrejött. Én azt kérem tőletek, hogy éljétek meg önmagatokat, próbáljátok önmagatokat szeretni, és ezáltal próbáljátok megteremteni saját valóságotokat úgy, hogy megélitek önmagatok szeretetét, mások szeretetét, másokban megélitek önmagatokat, és ettől kezdve minden ember meg tudja élni azt a hatalmas nagy energiát, amit odafentről hoztatok le. Szeretném kérni továbbá azt is, hogy legyetek őszinték egymással, legyetek és éljetek úgy, ahogy odafönt és odafönt képviseltétek ezeket az energiákat, amit idelent képtelenek voltatok eddig beteljesíteni. Az égi világ arra kér titeket, hogy kezdjetek el tanulni, kezdjetek el fejlődni, és kezdjétek el megtanítani a többi embert arra, hogy mi az a szív hangja, hogyan tudja megélni önmaga szeretetét, és hogyan tudja kiteljesíteni a többi emberben önmagát. Csak úgy lehet ez, és úgy indulhatsz el ezen az úton, hogyha kinyitod a szívedet, és elkezded feltölteni a többi embert szeretettel. Kérlek, ne tagadd meg azt a szeretetet, amit odafönt képviseltél másoktól, de önmagadtól sem.
Aki nem tudja önmagát szeretni és elfogadni, az hogyan szerethet másokat? Hogyan gondolod azt, hogy itt a földi világban megteremtetett saját békédet, harmóniádat akkor, hogyha nem vagy képes önmagaddal szembenézni és meglátni saját magad tisztátlanságait? És ne hidd, hogy mi nem látjuk ezeket, ne gondold azt, hogy el tudod rejteni bárki elől azt a szomorúságot, azt a fájdalmat, amit megéltél egy adott szituációban, abban a helyzetben, élethelyzetben, amiben igazából te is kárt szenvedtél, nem csak a másik. Az érzéseidben ott van minden. Az érzéseidben ott él egy vágy, azonban arra, hogy megéld magad őszintén, tisztán, szeretettel, és ezt átad másoknak. Én ezt üzenem most nektek, Gabriel Arkangyal, hogy szeretettel, békével, harmóniával éljetek itt a Földön, és egymással szemben őszintén, tisztán fejezzétek ki mindazt, amit ide fent az égi világban is megteremtettetek magatokban. Köszönöm. A Föld létrejöttekor egy hatalmas nagy energia kitörés volt jelen a földi világ körül, és ez az energia kitörés érintette a földeteket. A Föld belsejében, ahogy mondtam, elindult egy energiátlanság, elindult egy olyan energia rezgés, egy nagyon alacsony szintű energia rezgés, amiben igazából minden létező, ami a Földön és a Föld körül él, elpusztult. Ettől kezdve igazából nem történt semmi más, csupán egy olyan energiaburok képződött a Föld körül, amiben benne volt a szeretetlenség rezgése. A szeretetlenségben pedig nem tudták az emberek megélni mindazt, ami miatt leszülettek. Nem tulajdonképpen csak a ti hibátok az, hogy nem tudjátok megélni a földi világotokban a tiszta, őszinte szeretetet, hanem ennek a kezdeti ős energiának a következménye is. Ebben az energiában ott volt egy hatalmas, univerzális erő, ahogy mondtam, és ebben az energiában, inkább mondhatnám energiátlanságban, elindult bennetek is egy elváltozás. Próbáltatok küzdeni a szeretetért, próbáltátok kiharcolni úgymond a szeretetet, de ahogy egyre inkább küzdöttetek érte, egyre erőtlenebbek lettetek, és ettől kezdve egyre kevésbé tudtátok megvalósítani önmagatokat itt a földi világotokban. Minden erőben benne van egy olyan érzés, és minden erőben benne van egy olyan hatalom vágy, ami arra irányul, hogy megteremtse saját magát. A ti földi energiátokat ezek az erők és ezek a hatalomvágy által képviselt energiák vezérlik, és ettől kezdve igazából nagyon nehéz megélni a szeretetet. Nagyon nehéz úgy létezni a földi világban és a földi világotokban, hogy ezt a szeretetet megéljétek egy ilyen hatalomvágyjal és erőközpontú energiatérben és energiamezőben. Ezért nagyon erősen próbálta az égi világ támogatni a ti földi küldetéseteket. Minden egyes ember, aki leszületett a földi világba,
őrangyalokat kapott maga mellé, és ezek az őrangyalok tulajdonképpen olyan szeretet energiák, amik segítik a ti utatokat, visszatérítenek benneteket a szeretet irányába. De ne gondoljátok azt, hogy ettől még olyan könnyű a ti életetek, mert hogy hatalmas nagy energiát hoztatok le magatokkal, és ebben az energiában ott van a ti szabad akaratatok, ott van a ti szabad testesítő és megteremtő képességetek, és ettől kezdve, ahogy próbálkoztok önmagatok lenni, a hatalomvágy és akarat által képviselt energia burkon belül nem tudjátok igazából megélni önmagatok szeretetét. Hiába az őrangyal, hiába az égi világ támogatása, és mindaz, amit igazából eddig ők képviseltek, próbálták nektek ide átadni, próbáltak titeket segíteni erejükön felül, csak azért, hogy ti tovább élhessetek itt a földi világotokban, és tovább tudjátok vinni mindazt az energiát, ami mélyen ott van a szívetekben. De én félek, hogy ez az energia elveszik belőletek egyre jobban, mert a földi világ körül lévő energiátlanság egyre jobban sűrűsödik, és attól kezdve, hogy ez már a föld keletkezésének pillanatában megvolt, attól kezdve igazából ez csak egyre mélyül bennetek. Egyre több az energiátlanság körülöttetek, egyre sűrűbb a föld légköre, és ettől kezdve igazából nem tud az a szeretet energia behatolni közétek, és nem tud ez a szeretet energia hatással lenni rátok, mint ahogy kellene. Éppen ezért döntött az égi világ úgy, hogy elkezdi az erőknek az összpontosítását, és ettől kezdve az égi energiáknak a lenyomását a föld közeli rétegekbe, és ez azt jelenti, hogy egy hatalmas nagy tisztulási folyamat fog megindulni bennetek. Egy olyan tisztulási folyamatot kénytelenek elindítani odaföntről, amiben igazából visszatalálhattok ahhoz az ősi energiához, amit igazából az első leszületésetek pillanatában képviseltetek. Az az ősi energia, ez a szeretet. A hatalmas nagy szeretet láng, ami ott él a szívetekben, és amit az az ősi energiátlanság, amiről beszéltünk, a föld középpontjából, ami kiindult, elnyomott bennetek. Most próbálom titeket visszavezetni ehhez, a szeretet maghoz, mert kell a földnek a segítség, szüksége van a földnek arra, hogy ti megmentsétek őt, és szüksége van a földnek arra, hogy a ti energiátlanságotokból most már végre kitisztuljon. Megteremtettétek ezt az energiátlanságot magatok körül, azáltal, hogy bevontátok magatokat, és tovább vittétek azt az energiátlanságot, amiben igazából leszülettetek, és még inkább tetéztétek azokkal a dolgokkal, azokkal az életekkel, amiket itt megéltetek. Mi nem akarunk titeket bántani, és nem szeretnénk azt sem, hogy azt érezzétek, hogy el akarjuk nyomni a földi világot, de tudnotok kell azt is, hogy ez az energiátlanság már nem vihető tovább. Egy olyan hatalmas nagy rezgés szint csökkenés következett be a földi világ közelében, és így bennetek is, ami által igazából veszélyeztetitek a Földnek a létezését, ezáltal a többi bolygó és az univerzális erők létezését is. Kénytelenek voltunk azt mondani, hogy az égi világ kezdje el az energiáit egyre jobban lenyomni a Földre, és egyre több szeretetlenséget kezdjen kibontakoztatni bennetek csak azért, hogy megéljétek mindazokat az előző életeiteket, amikből nem tudtatok kitisztulni. Ők tulajdonképpen egy kényszer megoldás előtt állnak, és a legfontosabb az lenne, hogy segítsétek ezáltal őket, segítsétek mindazt, a világot, aki eddig nektek adott hatalmas nagy szeretet energiákat. Ők képtelenek most már túllépni ezen a szeretetlenségen, és képtelenek felvállalni helyettetek azt a sok fájdalmat és szomorúságot, amit életeken át cipeltetek magatokban, és képtelenek arra, hogy mindazt, amit idelent eddig megteremtettetek, ők elkezdjék tisztogatni belőletek, és elkezdjenek teljesen kitisztítani, hogy egy teljesen boldog és új világban élhessetek. Elfogyott az ő energiájuk is, és ettől kezdve igazából, mint egy tisztító tűz próbálnak úgy segíteni nektek, hogy elkezdik ezeket az energiákat lefelé nyomni, hogy ti önmagatokból kitisztulva próbáljatok saját magatokon segíteni. Gondoljatok bele, ha elindul egy ilyen tisztító energia felétek,
hatalmas nagy kételyek, hatalmas nagy fájdalmak, szomorúságok jönnek elő belőletek, és nem lesztek képesek megteremteni önmagatokban azt a szeretetet, amit igazából eddig már meg kellett volna teremtenetek. Nem lesztek képesek talpon maradni, és nem lesztek képesek felismerni és felvállalni önmagatokat, mert el fogtok veszni a saját energiátlanságotokba, amit eddig termeltetek. És éppen ezért szeretnénk most nektek tanácsot adni, szeretnénk arra felhívni a figyelmeteket, hogy minden ember, aki itt él a földi világban, elindult a változás útján. Elindult egy olyan energia bennetek, amiből nem tudtok megszabadulni, amiből nem tudtok kilépni, csak úgy, hogyha végigviszitek ezt a tisztulási folyamatot. A tisztulás pedig arról szól, hogy minden előző életetekben megélt fájdalmat és szomorúságot elkezdetek feldolgozni, elkezd a szellemetek tisztulni. Képesek vagytok rá, és higgyétek el, hogy képesek lesztek megteremteni magatokban azt a szeretetet ismét, amit egykor képviseltetek, és amit odafönt az égi világban hangoztattatok és hirdettetek. De arra kérünk titeket, hogy legyetek egymással türelmesek, legyen hitetek, és legyetek egymással toleránsak azért, mert minden emberben elindul ez az energia, és ettől kezdve az emberek idegesebbek, feszültebbek, dühösebbek, mérgesebbek lesznek egymásra, nem tudják kezelni azokat az energiátlanságokat, amiket egykor meg kellett volna már oldaniuk, és előző életeikben mind-mind elraktároztak magukban. De a szellemetek úgy döntött, hogy tisztulni akar. Minden embernek van egy hatalmas nagy energia burka, egy energia mögöttetek tulajdonképpen, aki vezet titeket az utatokon. Ez az energia szellem. Egy olyan energia, ami tulajdonképpen egy földi név által, tehát egy szellem által, amit ti ragasztottatok rá, vezeti az életeteket és életutatokat, de ez a szellem az, aki a leszületés pillanatában is ott van mellettetek, az egész életeteket végigvezeti, és tulajdonképpen, amikor elmentek innen és eltávoztok a földi világból, utána is veletek marad. És mint egy körforgásban minden életetekben részt vesz, minden életetekben kísér benneteket, és próbál fejlődni és tanulni. Ezáltal a ti szellemetek most úgy döntött, hogy elindul a tisztulási folyamat útján, felvállalta azt, hogy elkezd egy olyan új világ részesévé, próbál inkább úgy mondom egy új világ részesévé lenni, amiben igazából a legtisztább energiák, a legtisztább égi szeretet rezgések vesznek csak részt. Ezért szükséges a te szellemednek a fejlődés, ezért szükséges az, hogy a szellemedben elinduljon egy olyan hatalmas tisztulási folyamat, amit előző életekben képtelen voltál véghez vinni. Ezért most szükséges az, hogy te tisztában légy azzal, hogy mi a feladatod itt a földi világban. Segítsd a szellemedet, segítsd, hogy a szellemed elinduljon a tisztulás útján, és segítsd, hogy át tudja vészelni azt. A te szellemed nem fog válogatni az eszközökben. Nem fogja azt mondani, hogy megsajnállak téged, mint fizikai testet és mint egót, és mert láttam, hogy ebben az életben eddig csak szenvedtél, most nem fogok több szomorúságot adni rád. A te szellemed tisztulni akar. És mivel a szellemi létezésünk a legfontosabb, ettől kezdve nem fog válogatni az eszközökben, még egyszer kijelentem. A szellemed azt fogja mondani, hogyha képtelen vagy tisztulni, és képtelen vagy felvállalni azt az energiát, amit az égi energiák és égi szeretetrezgések próbálnak most feléd nyomni, képtelen leszel felvállalni, akkor elmegy innen a földi világból, és tovább járja az útját. Ez a számodra annyit fog jelenteni, hogy hatalmas nagy fájdalom kíséretében vagy megbetegszel, vagy valamilyen más módon a földi életedből kilépsz. Ez nem kecsegtető és nem vidám hallani az embereknek, de mégis ez az energia elindult. Az energia visszafordíthatatlan, és megteremtődött bennetek annak a lehetősége, hogy elindulj te is a tisztulás útján, és megteremts magadban azt a békét és harmóniát, ami szükséges ahhoz, hogy az új világ részeseivé váljatok, és részeseivé váljál. Ne akarjál, kérlek, másként cselekedni, mert ezeket az energiákat nem fordíthatod vissza, nem tagadhatod meg önmagad. Több száz életet éltél itt lenn a földi világban, de lehet, hogy több ezer életet, de az is lehet, hogy csak 10 vagy 20 életet. De lehet, hogy a 10-20 életből nem teljesítettél be annyi feladatot, és nem vittél véghez annyi fejlődési folyamatot, ami által a szellemed most magasabb szeretetrezgésre tudna jutni. Én ezért mondom neked, hogy igazából a ti elszalasztott feladatotokat kell most bepótolni,
és kevés az idő. Nincs ideje az égi világnak, mert az égi világban megteremtődött már ez az energiátlanság, amit ti indítottatok el, és ettől kezdve az égi világ kénytelen azt mondani, hogy most segítségre szorul ő is, és segíteni pedig már csak úgy tud nektek, hogyha önmagatokban elindít egy olyan energiát, vagyis bennetek, amiből ti saját magatok erejéből tisztulhattok ki. Kérlek benneteket, értsétek meg ezt, és ne legyetek felháborodva, ne legyetek mérgesek e szavak hallatán, mert szükséges az, hogy tudjátok, hogy az égi világ így is kitart mellettetek, és szeret titeket, segíti az életeteket, de szükséges azt is tudni, hogy te saját magad életedért és életért vagy felelős, te saját magadat tudod fejleszteni és tanítani, a szellemed által pedig képes leszel megteremteni magadban azt az erőt, amivel átélheted önmagad igaz, tiszta szeretetét. Köszönöm. A földi világ harmóniájának megteremtése a célunk. Elvittek minket azok az energiák, melyekben élünk. Vége láthatatlan folyamat ez, ami elindult. Beláthatatlan következményekkel jár egy ilyen energetikai változás. Szeretjük a földet, a napfényt, a madarak csicsergését, a tűzmelegét, a harmóniát a természetben, a lágy, gyengéd érintését a reggeli harmatnak. Azt, akik voltatok, akivé lenni akartatok. Nem tudtuk, hogy ennyi energiátlanságot vagytok képesek termelni önmagatokban és másokban. Hittünk és hittük azt, hogy abban, amiben megteremtettük egykor a fényt és szeretetet, tovább él, és egy emberi minőségben való leszületésben is meg tud maradni és élni. Féltünk titeket. Azt a bolygót, amit teremtettünk, azt a fényt, amit adtunk, azt a hitet, amiben benne vagyunk. Nem akartuk mi elindítani ezt a változást, de meg kell élni magatokat ahhoz, hogy tovább tudjatok lépni egy magasabb fejlődési szintre. Kértem isteni erőmből eredő univerzális világot, hogy segítsen nektek, és mi most próbálunk utat mutatni nektek. És elmondani, milyen veszélyben van mindaz, amit egykor boldogság, fény, szeretet vett körbe. Én most már csak így tudok segíteni, és elmondani nektek, milyen nagy dologgal állunk szemben, és bíztatni titeket, hogy a mindenség megteremtésének alapja a szeretet. És ez a szeretet él bennetek is, amit én adtam nektek. Ez a szeretet kell vezessen tovább benneteket. Semmit sem kaptunk ingyen, és semmit sem kaptunk áldozatok nélkül. És most itt az idő, hogy végre ne áldozatokká váljatok, hanem isteni kiteljesedésetek magját lássátok meg önmagatokban. Velünk együtt léteztek, s éltek. És velünk együtt létezik és él az a világ, ami körbevesz titeket. Egyé olvadunk veletek, mert szükségünk van arra, hogy immár földi energiáitok által segítsünk titeket, és így segítsünk önmagunkon is, mert így leszünk képesek megélni mindazt, amiben ti léteztek, és amiben éltetek oly sok életen át. Meg kell látnotok magatokban a szépséget. Minden ember életében azt mondják, eljön a pillanat, amikor dönthetünk saját sorsunk felett. Minden ember életében eljön a pillanat, amikor dönthetünk a felett, hogy mit akarunk kezdeni, és hogy mivé akarunk válni. Az emberek az életükben félnek a döntésektől. Félnek megélni önmagukat, és félnek igazából felvállalni azt, ami ott
legbelül van bennük. Igazából minden emberben van egy vágy arra, hogy megélje a tiszta, őszinte érzéseket, a tisztasságot, a becsületet, a fényt, a harmóniát, a szeretetet, és igazából minden, ami a benne van és benne él, a külső világában is megjelenjen. De miért nem tudjuk megteremteni? Miért félünk a változásoktól? Miért félünk kimondani dolgokat? Miért van az, hogy nem tudjuk megteremteni mindazt, amit odabent érzünk? Miért gondoljuk azt, hogy megbántunk másokat? És miért hiszük azt, hogyha a valóságot, az igazságot és a becsületet mondjuk, ezáltal mások nem értenének meg minket? Sajnos ez van ebben a földi világban. Megteremtődött egy olyan energia bennünk, ami korlátokat szab, határokat szab a viselkedésünknek, magatartásunknak, sőt már a gondolatainknak is, és határokat szab mindannak, amit képviselünk itt a földi világban. Hogyan tudnánk úgy szeretni, békében, harmóniában élni, hogyha önmagunkban sincs meg ez a béke, harmónia és tisztesség a többi ember irányába, sőt, saját magam irányába sem. Akkor vagyok tisztességes, és akkor tudom elfogadni és szeretni önmagam, hogyha mindazt, amit belül érzek, gondolok, és mindazt, ami az érzésvilágomat kifejezi, el tudom mondani másoknak, meg tudom mutatni önmagamat igazából. Kérlek benneteket, hogy próbáljátok kifejezni saját érzéseiteket, gondolataitokat. Próbáljátok megteremteni azt, amit igazából próbálnátok képviselni, és próbálnátok képviselni akkor, amikor önmagatok lehetnétek. Tudtok-e valójában önmagatok lenni, itt már az a kérdés. Tudjátok-e igazából, mi az a változás az életetekben, amit meg kell tenni ahhoz, hogy önmagatok lehessetek? Nagyon nehéz ez is. Nehéz rájönni arra, hogy mitől vagyok önmagam. Mivel elindult bennetek egy elváltozás, egy olyan anyagi világ és fizikális világban való gondolkodás, amiben a korlátaitok és határaitok, igazából a fizikum, az a valóság, amit láttok, a két szemmel megtapasztalható valóság, és ettől kezdve minden más létezését felülbíráljátok, illetve kételkedtek benne. De mondom én, és kérdezem én tőletek, Gabriel Arkangyal, kérdezem én, hogy szükséges-e, hogy lássatok minket, szükséges-e, hogy érezzetek minket, szükséges-e, hogy minden nap ott legyünk az életetekben, és akár nap mint nap látszódjunk mellettetek. Én azt mondom, hogy nem, mert a szívetekbe kell, hogy érezzetek minket. A szívetekbe kell érezzétek azt a szeretetet, amit az égi világ nyújt eddig, és nyújtott eddig számotokra. Hányszor mentetek el kérni tőlünk dolgokat? Hányszor mentetek el templomba, és gondolkodtatok el azon, hogy kihez imádkozok egyáltalán? Gondolkodtatok-e azon, hogy ki az az égi világ tulajdonképpen? Kik azok, akik az égi világot képviselik? Miből állnak? Hogyan néznek ki? Mit tesznek értünk? Vagy csak elgondoltátok, és azt gondoltátok, és azt hittétek, hogy amit a könyvekben leírnak, az úgy van. Az égi világ tulajdonképpen egy hatalmas nagy energia. Egy hatalmas nagy energia burok körülöttetek, az egész földi világ körül, amiben hatalmas nagy szeretet energiák vesznek részt. Megtestesült itt egy olyan szeretetrezgés, amin mi működni tudunk, és amiben összhang, harmónia, kiegyensúlyozottság van. De megteremtődött-e mindez a földi világotokban? Mi próbáltunk segíteni ebben, hogy megteremtsük nektek, és próbáltunk mellettetek lenni a problémáitokban, mindenféle bajaitokban, és minden olyan elnyomott érzéseitekben, amiben nem tudtátok megélni önmagatokat, és ezáltal önmagatok valóságát megteremteni. Mi próbáltunk segíteni, de most úgy éreztük, és úgy érezzük, hogy kevesek vagyunk már a földi világhoz. Kevés az a szeretetenergia és szeretetrezgés, amit mi képviselünk, és nem tudjuk már tolerálni, és nem tudjuk már befogadni, mondom így inkább befogadni azokat az energiátlanságokat, amiket a Földön termeltek. Mik is ezek? Annyi szomorúság, fájdalom, szeretetlenség van a szívetekben, hogy képtelenek vagytok önmagatokat megélni. Nem tudtok tisztán látni, és nem tudtok egymás szemébe nézni úgy, hogy őszintén beszélnétek a saját érzéseitekről. Nem tudjátok azt mondani egy másik embernek őszintén és tisztán, hogy szeretlek.
Nem tudjátok azt mondani egy másik embernek, hogy úgy szeretnék most melletted lenni és segíteni, csak fogni a kezed, hadd álljak melléd, és hadd próbáljak meg segíteni. Vagy ha valaki ezt mondja, lehet, hogy a másik éppen ellöki, eltaszítja, mert azt hiszi, hogy valamilyen rossz szándék vezeti. És ez az, ami igazából elindított bennetek már egy olyan fájdalmat, szomorúságot, amiben egyre jobban bezártok, egyre inkább elszigetelődtök egymástól, holott látjuk a szíveteket, hogy mindenképpen ott él a vágy, ott él az a szeretetre való törekvés, amit igazából meg kellett volna, hogy eddigi életeitek során megvalósítsatok. De most már késő. Nem tudunk segíteni nektek akkor, hogyha ti képtelenek vagytok változni. Nem tudunk segíteni nektek akkor, hogyha képtelenek vagytok felismerni mindazt, amit igazából egykor már meg kellett volna tennetek. Ha képtelenek vagytok felismerni magatokban a szeretetet, az őszintességet, a tisztaságot, és mindezt átadni, és őszintén tisztán felvállalni önmagatokat a másik ember előtt, és felvállalni a másikat önmagatok előtt. Kérlek titeket én is, hogy próbáljatok meg másképp gondolkodni, próbáljátok meg szeretni magatokat, a másik embert, és próbáljátok meg az égi világot is úgy elfogadni, mintha természetes lenne számotokra. Mi, akik itt élünk az égi világban, és az égi világ küldötteinek beszélünk most, és küldötteihez beszélünk most, azt mondjuk nektek, hogy szeretnénk azt látni a Földön, hogy elindul egy hatalmas nagy szeretet energia, ezáltal a videó által, és elindul egy hatalmas nagy szeretetrezgés a ti szívetekben is, amiben végre felismeritek önmagatok feladatát. Nem azért jöttünk el hozzátok, hogy szónakoljunk és beszédeket mondjunk, és legyintsetek ránk, hogy mit nekünk égi világ. Mi azért jöttünk el hozzátok, hogy segítséget kérjünk tőletek. Mi oly sok éven át segítettünk benneteket. Oly sok évezreden át próbáltunk nektek energiát, szeretetet, bőséget, harmóniát adni, és megteremteni a szívetekben a békét. És ti képesek voltatok mindezt befogadni, kérdezem én tőletek. És nézzetek egy kicsit magatokba, és gondolkodjatok el az életeteken. Próbáljatok egy kicsit tágabban látni, próbáljatok a fizikai és az anyagi valóságon túl azt is meglátni, ami igazából nem fogható, de mégis létezik. Hallgassatok a szívetekre, hallgassatok arra a belső hangra, ami azt mondja nektek, hogy igen, az égi világ eddig is segített nekünk, és most is itt áll mellettünk, de képes vagyok megteremteni magamban most már a szeretetet, hogy én is segítsek őnekik. Kérlek benneteket, hogy segítsétek egymást, mert azáltal, hogy egymást segítitek, és a szeretetet növelitek magatokban, ezáltal tudtok nekünk is segíteni. És ezáltal tudjátok az égi világot is megmenteni. Mi pedig ezáltal tudunk nektek úgy segíteni, hogy az égi világot egyre inkább lejjebb hozva a Földhöz, egyre erősebben lejjebb nyomva ezeket a szeretet rezgéseket, elindítjuk bennetek is a vágyat arra, hogy még tisztában és őszintében élhessetek. De ehhez kell egy hatalmas nagy tisztulási folyamat, amiről már beszéltünk. Ez a tisztulási folyamat pedig nem lesz kellemes, de utána, aki szembe mer nézni önmagával, és meglátja önmagában azt a szeretetet, amit odafönt is képvisel, biztos, hogy boldog, gazdag, kiegyensúlyozott és harmonikus élete lesz. Köszönöm. Oly hosszú idő át vártunk erre, és oly hosszú időn át vált az emberiség is arra, hogy békét hozzunk odaföntről, nem az égi világból, hanem egy olyan univerzális energia szintről, amiben igazából az égi világ is szerepet kap, de a földi világ egyre kevésbé lesz részese. A földi világotok pusztulóban van, a földi világotokban elindult egy olyan energiátlanság, ami visszafordíthatatlan. Ebben a visszafordíthatatlan energiátlanságban pedig ti vagytok benne leginkább, mert képtelenek voltatok a szeretet útján haladni, képtelenek voltatok megteremteni önmagatokban az erőt arra, hogy végre felismerjétek magatokban mindazt a szeretetlenséget, amit el kéne, hogy engedjetek. Nem tudtátok elengedni azt a szeretetlenséget, amit évezredeken át cipeltetek belül, harmóniátlanságotokban, és kiegyensúlyozatlan életetekkel megteremtettetek magatok körül egy olyan világot, amiben nem tudtátok megélni azt a tiszta égi szeretetet,
amit odafönt képviseltetek. És mi képtelenek vagyunk már mindezt eltűrni és megbocsátani nektek, képtelenek vagyunk nézni, hogyan megy tönkre a földi világ, hogyan teszitek tönkre a földet, és ezáltal minden más bolygót magatok körül. Ez az energiátlanság beszippant titeket, és a ti saját energiátlanságotok termelte földi harmóniátlanság lesz az, ami a veszteteket okozza. Képtelenek vagytok felfogni, hogy mindezek nem pusztán égi kijelentések, vagy bármilyen magasabb rendű kijelentésekből származó mondatok, hanem tulajdonképpen ez a tiszta, őszinte igazság. Az emberiség a saját fejlődése folyamán egy olyan energiátlanságot halmozott fel, amiben nem tudja megteremteni önmagát, és nem látja tisztán azt, ami maga körül van. Képtelenek vagytok nyitott szemmel járni, és mégis azt mondjátok, hogy ragaszkodtok a szemetek világához, ahhoz, amit magatok körül láttok. Képtelenek vagytok meglátni, hogy a fizikai világotok egy csapda. Képtelenek vagytok meglátni, hogy ebbe a csapdába beleszorultatok, és nem vagytok képesek nyitni olyan világ felé, ami a ti saját belső világotok. Képzeljétek el azt az erőt, ami most munkálkodik bennetek. Ez az erő a harmóniátlanság, a kiegyensúlyozatlanság, a szeretetlenség. Ez az erő nem a szeretetről szól. Ha azt nézem, hogy a másiknak milyen van, ha azt nézem, hogy mennyivel vagyok több, mint a másik, mennyivel teszek többet, mint a szomszédom, vagy éppen a harmadik, vagy negyedik ember, és ezáltal azt gondolom, hogy én jobb ember vagyok, akkor tévedsz. Ezáltal nem jobb ember vagy, hanem inkább el kellene gondolkodni azon, hogy ki az az ember, akin igazából tiszta szívvel tudnál segíteni, és ki vagyok tulajdonképpen én saját magam, hogyha ilyet gondolok magamról. A tiszta szívűség nem arról szól, hogy magamat mások fölé helyezem. A tiszta szívűség arról szól, hogy alázattal tűröm mindazt, amit igazából meg kell, hogy éljek, és alázattal és szeretettel vállalom föl azokat a feladatokat, amiket az égi világ rám ró. Ezek pedig csak azért vannak, hogy a szellemen fejlődjön, csak azért vannak, hogy a földi világban elindulhass egy olyan úton, amiben a szeretet felé visz az irány. Én nem azt mondom, hogy ez egy könnyű feladat. Én azt mondom, hogy meg kell birkózni ezzel, mert az emberiség fejlődése folyamán a szeretetben nem előre haladtatok, hanem vissza. Nem előre fejlődtetek, csupán vissza, bár nagyon sok javat, nagyon sok anyagi forrást halmoztatok föl, és megteremtettetek magatok körül, de képtelenek voltatok megteremteni magatokban azt a legfontosabb forrást, ami az egész univerzumot összetartja. Ez pedig nem más, mint a szeretet. Ha ez nincs meg bennetek, akkor kihal a földi világ, mert képtelenek lesztek összetartani egymást, képtelenek lesztek összetartani magatokat is, és képtelenek lesztek összetartani földi világotokat. Szükséges az, hogy végre már meglássátok önmagatokat, és szükséges az, hogy végre kimondja nektek valaki, és felnyissa a szemeteket, hogy ez így nem mehet tovább. Nem jó, amit folytattok a földi világban, mert elindul bennetek egy olyan szeretetlenség, ami teljesen szétrobbantja mindazt, ami igazából összetartja univerzális világunkat. Köszönöm. Igen, itt vagyok, Ildikó, Uriel Arkangyal vagyok, és szeretettel köszöntök mindenkit, szeretettel köszöntöm azokat az embereket, akik megnéznek minket, és kíváncsiak arra, hogy az égi világ mit üzen nekik. Mi egykor a bolygótokat védtük, őriztük, és mindez idáig megtörténik mindez, most is itt vagyunk mellettetek, csak egy másik minőségben. Eddig életetekben, életeitekben, mindegyikében igazából ott voltunk mellettetek szorosan, őriztünk benneteket, fogtuk a kezeteket és próbáltunk segíteni. Most eljött az idő, hogy önmagatokért tegyetek, mert hogy képesek vagytok felvállalni saját magatok energiáit, és képesek vagytok elindulni azon az úton, ami igazából a ti utatok. A ti utatok pedig az az út, amit egykor odafönt képviseltetek. Minden ember szívében ott van a szeretet, és minden ember szívében ott van a vágy arra, hogy megteremtődjön egy olyan világ, aminek a részesévé válhat. Egy új világ, amiben csak a szeretet uralkodik, egy új világ, amiben megélheti mindazt, amit itt a földi világában nem tudott átélni. Ez pedig nem az égi világ az. Ez az új világ egy olyan képzelt, egy
projekció talán, mondhatnánk így, de ez már egy hatalmas nagy égiter, egy olyan világ, amiben csak azok a szeretet energiák fognak részesülni, akik itt a földi világukban meg tudták mutatni, hogy valóban képesek ezek között a sűrű, leragadt energiák között is szeretni. Valóban képesek felvállalni önmagukat, és meg tudják teremteni szívük vágyát, meg tudják teremteni a szívükben azt az erőt, amiben kiteljesíthetik önmagukat. Én azért hoztam le ezt az üzenetet nektek, hogy tudjatok arról, hogy készülődik egy új világ számotokra. Egy olyan világ, amiben fizikális megtestesülés nem létezik. Fizikai szinteken való létezés megszűnik. A fizikai szinteken való létezés nem mehet tovább, mert hogy felőröltétek földi világotokat. Annyi energiátlanságot termeltetek évezredek folyamán, annyi fájdalmat, szomorúságot raktatok bele mindebbe a földi világba, hogy képtelen a föld már elnyelni ezeket az energiákat, képtelen az ég beszippantani a sok-sok energiátlanságot, és ezáltal képtelen a föld és a földi világ minden élőlényével együtt létezni. A föld nem tud tovább élni így, ezt fel kell ismernetek és tudnotok kell, mert a földi világon való létezés megszűnik. Ez az, ami nagyon fontos, mert ha képesek vagytok azt felfogni, hogy van rajtatok kívül egy olyan részetek, egy olyan erő mögöttetek, aki tulajdonképpen egy hatalmas nagy energia, amiben igazából megtapasztalhatjátok önmagatokat, ami nem más tulajdonképpen, mint a szellemetek, akkor képesek lennétek azt is belátni, hogy a szellemi létezésetek az egyik legfontosabb részetek. A szellemi létezésben testesül meg mindaz, amit életeken áthordoztál magadban, és a szellemi létezésben testesül meg mindaz, amit ide lenne a földi világban képviselned kellene. A szellemet próbálja terelgetni az utadat, próbálja irányítani az életedet, és próbál olyan élethelyzeteket teremteni neked, amiben hatalmasat fejlődhetsz, és ezáltal ő is egy magasabb szeretet rezgésre tud lépni. Csak ez a szellemi fejlődés elakadt a földi világotokban. A szellemeitek fájdalmasan sírnak, és szinte sokszor jaj beszékelnek azért, mert képtelenek terelni benneteket, képtelenek utat mutatni nektek, és képtelenek arra, hogy ez a hatalmas nagy energia, vagyis a szellemetek megmutassa nektek, mi az igazi szeretet. Nem tudjátok megélni önmagatokat, és ezáltal, hogy az anyagi javakba és a fizikális világotokba menekültök, saját korlátaitok zárnak be benneteket, ezáltal nem tudjátok megteremteni szellemeitek tisztulását sem. A szellemetek azért született le, hogy elérjen egy olyan fejlődési szint végére, ahol már nem kell tovább élnie, leszületnie, fizikai testet öltenie, csupán hatalmas nagy szeretet rezgésként tud funkcionálni odafönt az égi világban, és ezáltal őrangyali, angyali, arkangyali szerepet betölteni, mások segítőivé válni. De ti képtelenek vagytok fejlődni. Nagyon sok ember, aki leszületik ide földi világotokban, csak azért jön, hogy fizikális javait mentse magának, vagy családtagjainak, és ettől kezdve megszűnik minden más érzés benne, megszűnik az a hatalmas nagy vágy, vágyakozás arra, hogy ő egy más rezgésszinten működjön. A szellem pedig nem felejt, és tudja, hogy odafönt mit tervezett magának, tudja, hogy ez a hatalmas nagy cél, amit el kéne érnie a földi világban, a fizikai test által nem tud megvalósulni most már. A fizikai testetek gátatok lett, és akadály abban, hogy megtapasztalhassátok a legmagasabb szintű szeretetrezgést. Ettől kezdve a fizikai testetek feleslegessé válik egy idő után, és ezáltal, hogy a fizikai test megsemmisül, a szellemetek sokkal szabadabban, tisztábban, őszintébben tud majd élni és fejlődni. De ahhoz, amíg itt vagytok, és ahhoz, hogy megteremtődjön bennetek az a realitás, hogy igazából a szellemetek az, aki elsődlegesen leszületik és fejlődni akar, ahhoz túl kell látnatok önmagatok földi korlátain, túl kell látni önmagatok belső bezárt világán, és látni kell azt, hogy igazából nem ez az elsődleges célotok a leszületés pillanatában, hogy anyagi javakat, fizikális javakat, kocsit, autókat, házat, bármit, tehát mondhatnánk, ami fizikális megteremtés folyamata által jön létre, hozzatok és halmozzatok föl magatoknak.
nem ez a fő cél. A fő cél a szeretet megtapasztalása, és az, hogy a szellemetek tovább tudjon fejlődni. De azáltal, hogy ezt jó párszor megtagadtátok, és nem tudtátok elérni azt, hogy a szellemeteket segítsétek, és a szellemetek tovább tudjon lépni egy olyan szeretetrezgésre, ami neki megfelelő, ezáltal a fizikai test megszűnik létezni. Ezáltal a földi világ és civilizáció bezáródik, megszűnik körülöttetek, és ettől kezdve a földi világ, mint létező forrás, megszűnik számotokra. Köszönöm. Azt mondják, igen, Ildikó, itt vagyok, Jézus vagyok, és szeretettel köszöntök mindenkit, aki hallgat és néz, lát minket most, mert szeretnék nektek elmesélni egy olyan történetet, amiben én vagyok benn, amiben az én szeretetem testesült meg, és amiben én is elbuktam. Volt bennem egy olyan érzés, egy olyan erő, amikor leszülettem ide a földi világba, hogy képes leszek megteremteni az emberek szívében a tisztaságot, képes leszek kinyitani a szívüket önmaguk irányába, és minden ember felé itt a földi világban. Hitem erős volt, és megvolt minden képességem ahhoz, hogy megteremtsem az emberek szívében azt a harmóniát és szeretetet, amit igazából odafent még megéltek. Képesek lennétek és lettetek volna arra, hogy megteremtsétek ezt önmagatokban, és én azt hittem, hogy segítek nektek azáltal, hogy leszületek, és tanítalak benneteket a tisztaságra, becsületre, harmóniára, szeretetre. Mindazokat az erényeket szerettem volna megtanítani, amit odafent az égi világban képviseltetek, és amit én ide lent megpróbáltam nektek átadni. De oly sok viszontagság, fáradtság és szomorúság övezte hétköznapjaitokat, hogy képtelenek voltatok befogadni azokat az energiákat, amiket én képviseltem. Képtelenek voltatok átadni magatokat, azoknak az érzéseknek, amiket én próbáltam ösztönözni felétek, és én próbáltam impulzusokban átadni nektek. Nem tudtátok megérteni, hogy miért jöttem le. Nem tudtátok, és nem tudjátok mind a mai napig felfogni, hogy mi volt a célom ezzel. Azt mondjátok, hogy megváltó voltam, és azt mondjátok, azért kellett leszületnem, hogy a földi világ szomorúságát elvigyem, és minden fájdalmat elvigyek innen a földi világból. Én nem ezért jöttem. Én azért születtem le, hogy megteremtsem a szívetekben a harmóniát, a békét, és elindítsak már akkor bennetek egy olyan tisztulásra való törekvést, amitől jobbá válhat a világunk, amitől az emberek egymással szembenézve mosolyognak, és azt mondják, hogy kiegyensúlyozott, boldog életet tudnak élni. És amitől azt mondják az emberek egymásra nézve, hogy elfogadlak úgy, ahogy vagy, és nem szeretném, hogyha más lennél, mert így vagy értékes nekem. Az emberek azt gondolták, hogy nem vagyok tiszta, az emberek azt gondolták, hogy tisztátlan energiákat képviselek, és nem tudom megteremteni a Földön a harmóniát és a békét. Nézzük csak meg! Én elmentem innen a földi világból, hatalmas kínszenvedés és viszontagságok között, és megteremtődött egy olyan kép rólam, amiben igazából felmagasztaltatok, és azt mondtátok, hogy a tiszta, őszinte szeretetet képviseltem. Imádkoztok, értem, és imádkoztok Szűz Máriához, az égi világ minden arkangyalához azért, hogy képesek legyetek önmagatok életén változtatni, és képesek legyetek önmagatokban megélni a szeretetet. Az imádkozás most már kevés. Én, amikor leszülettem, azt hittem, hogy megteremthetem nektek azt a lehetőséget, hogy imádkozás nélkül magatokban tudati energiáitokat használva egy olyan világot teremtsetek magatok körül, amiben megélhetitek azt a tisztaságot és őszinteséget, amit lehoztatok odaföntről. És még egyszer ki kell mondanom, hogy nem hittem,
hogy nem tudom beteljesíteni teljesen a küldetésemet. Nem hittem, hogy képtelen leszek mindarra, amit odafönt elterveztem. Én nem ezt terveztem. Én szerettem volna megteremteni minden ember szívében a boldogságot és a harmóniát és a lehetőségét annak, hogy ezt önmagatok elérjétek. És kérdem én, amikor elteltek már évszázadok, és több-több évszázad eltelt azóta, amióta én és nagyon sok földi értékes energia elment innen a földi világotokból, mit tettetek magatokért? Képesek voltatok-e fejlődni? Képesek voltatok-e meglátni magatokban a szeretetet, a békét, a harmóniát? Képesek voltatok-e változtatni saját sorsotokon? Nagyon szomorúak vagyunk, és szomorúsággal látom, hogy a válasz erre nem. Szomorúsággal látom, hogy nem tudjátok megélni önmagatokban a boldogságot, szeretetet, és szomorúsággal látom, hogy amit én képtelen voltam elindítani bennetek, az azóta sem változott. Egy-egy híres tanító, mester, vagy egy-egy híres égi tanító leszületett közétek, hogy próbáljon nektek segíteni, és próbálja átadni azokat az energiákat, amikre szükségetek lehet ahhoz, hogy elinduljon az a tisztulás bennetek, ami után meglátjátok azt a boldogságot, harmóniát az életetekben, ami igazából most láthatatlan számotokra, mert annyi korlát és annyi határ vesz körbe benneteket. A fizikai korlátaitok azok, amikkel leszűkítitek saját magatok energiáit, és képtelenek vagytok meglátni önmagatokat. A fizikális világotokban nem tudtok érvényesülni. A fizikum most már teher számotokra, és a fizikumban nem tudtok kiteljesedni. Én úgy döntöttem akkor, hogy elmegyek fiatalon innen a földi világból, és úgy döntöttem akkor, hogy felvállalva sok-sok emberi szomorúságot és fájdalmat elviszek magammal, hogy akkor még könnyebb legyen nektek. És úgy döntöttem, hogy visszajövök hozzátok, vissza fogok térni egykor, mert kénytelen vagyok még egyszer leszületni azért, hogy ezt a sok-sok energiátlanságot most már kitöröljem a földi világból, és megteremtsem a szívetekben úgy a békét, hogy akik képesek változtatni saját maguk életén, és képesek meglátni önmagukat, azokban induljon el egy olyan hatalmas tisztulási folyamat, ami által megteremtődhet a lehetősége annak, hogy szellemi szinteken olyan magas rezgés szintet elérnek, hogy egy új világ részeseivé válhatnak. Én képes vagyok megteremteni azokat az energiákat, amikbe leszületek, képes vagyok megteremteni azokat az érzéseket, amikbe megfoganhatok, és képes vagyok megteremteni azt a földi világot, amit igazából akkor képtelen voltam. Az első leszületés pillanatában, amikor lejön ide a földi világba az emberi lény, megfogan és megteremtődik egy olyan érzés, hogy megváltja a világot. Megteremtődik egy olyan érzés, hogy megtestesülök és beteljesítem azt, amit az égi világban képviseltem. Megteremtődik egy olyan érzés, amiben megfogalmazódik az bennetek, hogy amit odafönt képviseltem, lehozom ide a földi világban, és mindennel együtt képviselem ugyanúgy tovább. De ez az érzés a földi világban szanaszét foszlik akkor, amikor nem tudjátok megélni önmagatokat, mert annyi energiátlanság vesz körbe, és nem tudjátok megélni saját erőtöket és szereteteteket kihasználva ahhoz, hogy ezt az energiát megtapasztalhassátok. Én akkor azt mondom, elbuktam egy kicsit, nem is kicsit, Ildikó, elbuktam én akkor, de most le fogok születni, és megteremtem minden ember szívében azt a lehetőséget, ami által még erősebbé válhattok. Le kell jönnöm azért, mert szükségetek van rám, és le kell jönnöm azért, meg szükségem van arra, hogy az égi világot támogassam ezáltal. Nem szeretnék más mondani, Ildikó, csak annyit, hogy nagyon szerettem emberként élni, nagyon szerettem élni és boldognak látni az embereket. Szerettem volna, hogyha minden eddigi élet, amit láttam a földi emberek által beteljesíteni, ugyanolyan boldogságba és vidámságba telt volna, mint az én jó pár gyerekkori évem, de attól kezdve, amikor elindult bennem, és inkább ellenem, Ildikó, ellenem az az érzéketlenség és az a szeretetlenség, amit igazából ti saját magatokban nem tudtatok megélni, attól kezdve elkezdett szomorodni a szívem, elkezdett nehéz lenni a lelkem, elkezdett fájdalmas lenni a szellemem, és úgy éreztem, hogy nincs helyem itt a földi világban. Úgy éreztem, hogy amit megtehetek, még megteszek értetek, és az utolsó pillanatokban is értetek könyörögve hagytam el a földi világotokat. De most úgy érzem, hogy még erősebb vagyok, és képes leszek arra, hogy megteremtsem újból mindazt, amit egykor nem tudtam. Jézus.
anyák Rafael arkangyal jött el hozzátok, és azért jöttem Ildikó, hogy gyógyítsam a szíveteket, a tieteket, minden emberét, mert szükségetek van arra, hogy begyógyuljanak azok a sebek, amit évezredek folyamán fölhalmoztatok. Szükségetek van ránk, és szükségetek van arra, hogy segítsünk nektek abban, hogy a tisztulásból ki tudjatok szállni úgy, és végig tudjátok csinálni úgy, nem kiszállni, inkább azt mondom, végig tudjátok csinálni úgy, hogy őszintességgel, tisztasággal és becsülettel léptek ki belőle. Nagyon nehéz folyamat vár rátok, mert hogy ebben a folyamatban megnyitjuk a szíveiteket. Megnyitjuk minden embernek a szívét, és minden ember szívéből elő fog törni az a sok fájdalom, az a sok szomorúság, az a sok álmatlan éjszaka, amit előző életeitekben is megéltetek. Mindaz a szomorúság fogja terhelni a szíveteket, lelketeket, szellemeteket, amit igazából eddig még nem éreztetek, hanem úgy éltetek meg, hogy elnyomtátok magatokba. Ezek a mély érzések fognak előtörni bennetek, és ez lesz a változás egyik legfőbb forrása, amit magatokon érezni fogtok. Ez lesz az a változás, amit igazából bennetek elindítunk. És azért mondtam el mindezt, hogy ne ijedjetek meg tőle, de tudnotok kell mégis, hogy a változás a ti javatokat szolgálja. Tudnotok kell, hogy a változásban csak azt látjuk, hogy utána tisztán és őszintén tudtok élni, és egy boldogabb új világ reményében tudtok majd képviseltetni magatokat, tudjátok majd ott, és igazából az a remény, amit eddig tápláltatok az égi világgal szemben, és az égi világ mellett, inkább mondhatnám úgy, most itt a földi világotokban fog megvalósulni. De ehhez tisztának és őszintének kell lenni magatokkal szemben, és kitisztultan kell látnotok magatok körül a világot. Ez pedig az égi világnak az ígérete, hogy nem hagy cserben titeket, de az is biztos, hogy tennetek kell magatokért, az is biztos, hogy ki kell állnatok olyan próbákat, fizikális próbákra gondolunk, egy-egy élethelyzetet, egy-egy konfliktust, egy-egy olyan előző életből behozott energiátlanságot, amin túl kell lennetek, és meg kell teremtenetek magatokban így is a békét és harmóniát, hogy ezeket túlélve szeretetben lássátok önmagatokat. Ez a nehéz ebben a folyamatban, mert a sok harmóniátlanság, ami még tetőzötten fog most előjönni bennetek, még nehezebb életfeladatok és élethelyzetek elé sodor benneteket, de aki ezekből ki tud lábalni, azokban elindulhat a remény arra, hogy képes lesz megteremteni a szívében a szeretetet, képes lesz megállni saját lábán úgy, hogy önmaga erejéből kitisztulva megteremteni egy olyan világot maga körül, amiben megélheti boldogságban önmagát. Igen, Uriel arkangyal van itt megint velünk, és szeretne arról beszélni, hogy miért fontos az, hogy az emberek pozitívan gondolkodjanak, és a pozitív érzések vegyék át a helyet és a szerepet a szívükben. Az emberekben elindult egy energia, egy olyan energia, amiből nem tudnak kiszabadulni, nem tudnak előle menekülni, mert ezt az energiát az égi világ indította el, és ebben az energiában igazából, vagyis energiából nincs kiút. Csak előre lehet menni, méghozzá a tisztulás útján, és csak úgy lehet ebből kitisztulni, hogyha pozitív megerősítésekkel és belső erősítésekkel, akár mantrákkal és belső, akár fizikális, szellemi, tudati és lelki megerősítésekkel tápláljuk a testünket, lelkünket, szellemünket. Ez hogyan valósulhat meg? Nagyon erős az égi világ tudati energiája, nagyon erős az égi világ által képviselt energia, és ez legerősebben a tudatunkra hat nekünk is, mivel a tudatunkon keresztül veszük fel a kapcsolatot az égi világgal. A tudatunkon és a szellemünkön keresztül, de hogy könnyebben érthető legyen, a tudatunkra hat leginkább ez az energia, és ettől kezdve a tudatunkban félelem energiák testesülnek meg, és belső energiátlanság indul el, ettől kezdve sokkal hamarabb fog megtestesülni és fizikai valóságban megjelenni, mint eddig.
Ha valakinek félelmei vannak bizonyos dolgoktól, még erősebbé válnak ezek a félelmek. Ha valakiben egy olyan energiátlanság indult el, amiből nem tudott igazából eddig kilépni, akár gyermekkorától fóbiák, vagy bármilyen berögződésekre gondolom, akkor még erősebben jönnek elő, és ezek, hogy még erősebben előjönnek, elindulhat bennünk egy fizikális elváltozás is. A szellemünk fejlődni akar. A szellemünk csak úgy tud fejlődni, hogyha letisztul. Előző életeinkből hozott energiátlanságainkat mind-mind a szellemünk őrzi. Ha a szellemünk ebből tisztulni akar, csak úgy tudja megtenni, hogy fizikai testünkön keresztül próbálkozik. És amikor a fizikai testünk nem bírja fölvenni ezeket az energiákat, elindul egy energiátlanság bennünk, elindul bennünk egy olyan érzés, amiben igazából megbetegítjük magunkat. Mivel a szellemedet nem érzékeled, és nem tudod, hogy ő benne milyen energiátlanság lakozik, csak azt tudom neked mondani, hogy minden pozitív érzés, ami benned van, legyen előtérve, minden pozitív energia, amit magadba szorítottál eddig, hívd ki magadból, és próbáld erősíteni magadat nap, mint nap. Nem szabad negatív érzésekre, élményekre gondolni, nem szabad tudati úton sem megteremteni semmilyen negatív projekciót magad körül, amiben halál, betegség, félelem és bármilyen energia lakozik. Én azt kérem tőled, hogy próbálj pozitívan nézni a saját életedre, és még ha elindul ez az energia, vagyis ami már elindult felétek, és ez a tisztulási folyamat, akkor is próbáld magadat erősíteni, mert csak így tudod megkönnyíteni saját magad életét. Csak így tudsz magadon segíteni, hogy kilábbalj ebből a tisztulásból, és minél hamarabb a boldogság útjára lépj. Ha sikerül legyőznöd önmagad energiátlanságait, előző életből hozott feladataidat, amit nem teljesítettél be, és érzéseit, akkor képes leszel boldogságban, harmóniában, sikerben, örömben élni, viszont ha nem, akkor a részeddé betegség, egyre több konfliktus, baleset és harmóniátlanság válik az életed részévé. Erről nem beszélnénk most, mert nem szeretnénk még jobban megijeszteni benneteket, csupán elég azt tudni, hogy tenni kell magatokért, és tenni kell azért, hogy itt ebben a földi világban megélhessétek a tisztulás folyamatát úgy, hogy utána boldogabb, tisztább életet élhessetek. Köszönöm. Szűz Mária vagyok, és azért jöttem el, hogy elbúcsúzzak azoktól, akik megnéznek minket. Én szeretnék nektek segíteni abban, hogy önmagatokra találjatok. Ez a film azért született meg, hogy próbáljunk kinyitani a szemeteket, próbáljuk megértetni veletek, hogy ez a világ nem arról szól, amit most éltek. Ebben a világban nem csak azt kell megélnetek, ami itt zajlik magatok körül most, hanem látnotok kell egy kicsit távolabbra is. Tovább kell néznetek és elgondolkodni azon, hogy földi életemben nem az lehet a fontos, hogy mit gyűjtök és mit harácsolok össze, hanem igazából a szívnek a szeretete és az, hogy tisztán meg tudom-e élni önmagamat és másokat. A földi világotokban hatalmas energiátlanságok indultak el, és most szeretnénk, ha ezeket az energiátlanságokat rendbe tennénk a fejetekbe, és szeretnénk, hogyha ezeket az energiátlanságokat igazából energiákká változtatva megteremtenénk nektek a lehetőséget arra, hogy egy új világ részeseivé legyetek. Mi nem ígérünk nektek semmit. Mi azt mondjuk, hogy a folyamat elindult. Az energiák elindultak, nem most, de a mostani hetekben, és hónapokban még erőteljesebben, és az elkövetkezendő évben pedig még erősebb energiákat fogunk adni rátok. Hatalmas szomorúságok, fájdalmak lesznek az életetekben, amiben igazából a tisztulási folyamatotokat kell megélni. Azok, akiknek már ezt előbb elindítottuk, azok már a következő évben boldogságban élhetnek, de nagyon kevés kiválasztott ember az, akik ezt meg tudják élni. De kérünk titeket, hogy nektek is legyen kitartásotok. Szeretném azt is elmondani nektek, hogy mindaz az energia, ami elindult már bennetek, visszafordíthatatlan.
Szeretném, hogyha tudnátok azt is, hogy ezek az energiák hatalmas változásokat indítanak el az életetekben, és hatalmas érzéseket adnak meg majd bennetek. Hatalmas erőket fognak megmozgatni körülöttetek, és hatalmas univerzális energiákat tudtok majd később ezáltal befogadni. Szükségetek van arra, hogy ez az univerzális energia a földi világotokban megjelenjen, szükségetek van arra, hogy ez az univerzális energia a földi világot körbevegye, és ezáltal megteremtődjön a béke és harmónia szigete. Egy olyan új világ teremtődhet meg ezáltal, amiben mindenki boldogságban és harmóniában élhet. De ez nem itt, a földi világotoktól messze, egy hatalmas szellemi világban fog létrejönni, ahol tulajdonképpen folytathatjátok eddig életeteket, csak más formában. Ez az, ami igazából egy új világ reményét adja nektek, de ez az, ami igazából elszomoríthat benneteket, mert a földi világotokban megteremtődött már az energiátlanság, amiről nem is tudtatok, mert benne éltetek, nem éreztétek, mert részesei voltatok, és ettől kezdve nem is voltatok képesek változtatni rajta. Mi próbáltunk segíteni nektek, de nem tudtuk olyan erővel kihúzni belőletek ezeket a fájdalmakat és energiátlanságokat, ami által változhatna ez a földi világ. De most itt az ideje, hogy segítsetek magatokon, segítsetek rajtunk, és segítsétek annak a világnak a létrejöttét, amiben egykor majd boldogok és őszinték, tiszták lesztek. Én most arra kérlek titeket, hogy nézzetek szembe önmagatokkal, és lássátok meg azt, akik vagytok. Mi nem fogunk más tenni, csak ott állni mellettetek, segíteni titeket, és nem fogunk más tenni, csak erőt adni nektek ahhoz, hogy képesek legyetek ezt végigcsinálni. Ne ijedjetek meg a változásoktól az életetekben, ne ijedjetek meg attól, hogyha másként kell élnetek, mint eddig, mert ezek az energiák mind azt szolgálják, hogy a szellemet fejlődjön, mind azt szolgálják, hogy egy magasabb szeretetrezgésre tudjál lépni. Én csak annyit tudok mondani ezekkel a változásokkal kapcsolatban, hogy meg kell élnetek. Annyit tudok mondani, hogy legyetek erősek, és hogy próbáljatok kitartóak lenni, mert nem fog rajtatok múlni az, hogy mi lesz a változásnak a vége, csupán az múlik rajtatok, hogy hogyan élitek meg. A változást elindítottuk, tehát ettől kezdve igazából így vagy úgy mindenképp bekövetkezik az életedben a változás, ha eddig nem úgy éltél, ahogy kellett volna, nem tudtál őszinte és tiszta lenni önmagaddal, és nem csak ebben az életedben, hanem előző életeidben is. Ne ijedj meg attól sem, ha azt gondolod, hogy korábbi életeidben megél dolgaidat, miért most kell megélned újból, és revansot miért most kell szolgáltatni erre, ebben az életben, de mi azt mondjuk neked, hogy csak így tudunk kitisztítani, csak így tudsz elindulni a tisztulási folyamat útján. Én azért jöttem most el, hogy próbáljalak biztatni titeket, hogy próbáljak esélyt adni nektek arra, hogy önmagatok lehessetek, és hogy itt a földi világban meg tudjátok élni mindazt az igazságot, becsületet, tisztaságot, őszinteséget, amit odafönt is megéltetek. Nem szeretnék sokat beszélni, csak azt szeretném kérni tőletek, hogy legyen hitetek, legyen magatokban erő, kitartás és bizodalom az égi világgal szemben, hogy soha nem hagy cserben bennetek, és soha nem engedi el a kezeteket. Nem tudok más mondani, csak azt, hogy szeretlek titeket, és szeretném, hogyha minden ember szívében elindulna a boldogságra való törekvés, minden ember szívében elindulna egy vágy arra, hogy ő is szeretne egy olyan világ részese lenni, és részesévé válni, amiben csak a szeretet, a tisztaság, a becsület, a harmónia és az összetartás a legfontosabb. Köszönöm, Szűz Mária. Egy univerzális erőhatásnak vagytok kitéve. Ez az erő egy olyan centrifugális erőhatás a földetekre, melyben megszűnik tér és időbeliség, és együttes vonzás törvénye alapján megszűnik létezni a föld, mint bolygó. Energiamező, ami körbevesz benneteket, és olyan hatással van a föld létezésére,
hogy felgyorsít teret és időt, megszünteti a különbséget, minden eddigi határt elmos, és megszüntet minden emberi létformát. Eddigi tapasztalataink szerint a földi civilizáció több millió éve létezik, de ezúttal olyan erős ez a centrifugális hatás, hogy képtelenek lesztek felvállalni az időgyorsulás kitérés különbségéből eredő változásokat, és így képtelenek lesztek haladni az idővel. Megszűnik a tudat, és a tudat nélküli létezési energiáitokban megszűnik a test, és megteremtődik egy olyan ellenpólus a földi világon kívül, ami mindezt végleg megsemmisíti. Energiamezőtök egyre erősebben kezdi táplálni ezt a pólust, és egyre erősebben kezd emelkedni ezáltal a földi rezgés szint. Megterhelődik fizikai test, lélek, és szellemeitekben elindul a felsőbb rezgések irányába való törekvés. Elindul egy olyan folyamat, amiben nincs megállás, mert a tér és idő nélküliség eltávolít egymástól mindent, ami bennetek van, és elenged mindent, ami az univerzális energiához kötött. Ez lesz a végső állomása a kiteljesedésnek, mert képtelenek lesztek utatokon maradni, anélkül, hogy megtörténjen bennetek a változás. Képtelenek lesztek kitartani, anélkül, hogy elengedjétek a múltatokat. Megteremtődik a lehetősége annak, hogy saját energiáitokat hasznosítva utat törjetek az univerzum felsőbb szintjeiben azáltal, hogy megismeritek önnön energiáitok határait. Nem vagytok képesek tovább látni magatokon, és ezáltal nem vagytok képesek arra, hogy meglássátok mindazt, ami éppen zajlik körülöttetek. Elérkezett az idő, hogy tisztában legyetek mindazzal, amiben éltek. Tisztában legyetek valódiságotok eredendőjével. Teremtő energiátok megsokszorozódik, és képesek lesztek pillanatok alatt testiség nélkül is teremteni magatokban és magatok körül. Kellemetlen változásokat indíthattok el magatokban és magatok körül, de ugyanilyen kellemes érzéseket és változásokat is meg lehet indítani. Képesnek kell lennetek arra, hogy megismerjétek mindazt, amik vagytok, hogy tovább tudjatok fejlődni, egy magasabb rezgést el tudjatok úgy érni, hogy mindenféle külső segítség nélkül saját energiáitokat hasznosítva juttok egyre magasabbra. Erőtlenségetek abból fakad, hogy mindeddig képtelenek voltatok mindezt felvállalni és szembenézni önnön energiátlanságaitokkal. De most kénytelenek lesztek felvállalni azokat a helyzeteket, amikben egy magasabb szintű fejlődés érdekében vesztek részt. Energiáitok megsokszorozódhatnak egy-egy ilyen tisztulás után, és képesek lesztek még további tisztulási folyamatokat beindítani magatokban. Generátorként fogtok működni magatok s mások életében. Generátorként fogtok élni önmagatok és mások valóságában. Szeretetben, harmóniában megélni mindezt nagyon nehéz. De aki képes megteremteni saját belső harmóniáját mindezek mellett, az képes lesz megállni a helyét is ebben az elfajult világban. Képesnek kell lennetek megteremteni azt az erőt magatokban, hogy ismét talpra állva újabb és újabb csodákat élhessetek meg, és képesnek kell lenni arra, hogy ismét isteni ragyogásotok fényében lássatok minket és földi világotokat. Nem tudunk másképpen segíteni rajtatok, csak kemény szavakkal, mert nem nyílt fel a szemetek eddig, s nem tudtatok megteremteni magatokban mindeddig annyi energiát, hogy ez elinduljon bennetek. De már itt az idő. Nincs tovább. Mert szükség van arra, hogy tiszta, igaz, hű érzésekkel tápláltassatok önmagatok és mások irányában. Kellemetlenségeitekben csak is magatokra számíthattok, s arra, hogy képesek vagytok megélni s túllépni azon, amit éltetek egykor, s arra, hogy meg tudjátok teremteni magatokban az erőt, hogy túl egy földi korlátokon teli gondolkodásmódon meglássátok a fényt önmagatok és mások életében. Kérésem hozzátok csupán annyi, hogy legyetek hálásak magatoknak s az univerzumnak, hogy esélyt kaptok a tisztulásra, hogy esélyt kaptok önmagatok megismerésére, s mindarra, amit oly sok évezreden át hordoztatok magatokban, végre egyszer megszűnik, s csak a szeretet ereje vezet majd titeket. Kell, hogy támogassunk benneteket, de csak tanácsokkal tudunk ellátni, s elmondani, mi történik veletek,
hogy ne ijedjetek meg, s hogy tudjátok, nem a gonosz áll mindezek hátterében. Csupán egy olyan univerzális energia próbál nektek üzeneteket átadni, s ezáltal segíteni, aki bízik még abban, hogy az emberi faj képes lesz önmagán túllépve megtapasztalni az égi világi és a magasabb rendű szférák összetartó erejét. Ezért készült ez a film. Belülről fakad egy olyan vágy, egy olyan törekvés, amiben ott a külső világotok. Belülről fakad egy olyan vágy, egy olyan törekvés, amiben megteremthetitek mindazt, amiért leszülettetek. Ne higgyétek azt, hogy nem vagytok erősek, ne higgyétek azt, hogy kevés a hitetek, és ne higgyétek azt, hogy képtelenek vagytok megteremteni mindazt, amiről beszéltünk nektek. Mi azt szeretnénk, hogyha erőt vennétek magatokon, és látnátok önmagatokban az erőt, látnátok önmagatokban azt az akaratot, amivel képesek lesztek tovább lépni saját, önmagatok beszűkült világán, és képesek lesztek megteremteni magatok körül egy olyan tudati energia által felhasznált érzésben egy olyan világot, amit tulajdonképpen meg szeretnétek élni. Nem szabad azt hinnetek, hogy ez a világ rosszabb lehet. A világotok csak jobb lehet akkor, hogyha kitisztultok, és a világotok csak jobb lehet akkor, hogyha megszabadultok minden előző életbeli feszültségtől, viszálytól, érzéstől, viszontagságtól, és letisztultan, önmagatokat megélve tudjátok kiteljesíteni azt a boldogságot, amit odafönt megéltetek.